jó részének. A világ számos nyelvén megjelent könyveiben megjelent elfoglalva pozitív és meggyőző Budapest ábrázolását. Az egyetlen látványvilág társulata részére. A táncművészet széles skáláját megmutató egyedi, varázslatos látványvilágot bemutató előadásáért kiemelkedő nemzetközi sikerei elismeréséért. A díjat átveti Szűcs Zoltán, a társulat vezetője. A beteg koraszületek gyógyításáért kiemelkedőnek közkapcsolatú szervezetésével. A speciális feltételeket igénylő koraszületek és újszülöttek szakszerű mentése, szállítása, Budapest és környéke újszülötteinek ellátása érdekében végzett 25 éves tevékenysége elismerése. A díjat átveti dr. Somogyvári Zsolt főorvos, szakmai vezető. A RECS 2013 Észak-i Építő Világbajnokság megrendezésében nyújtó segítségünkért, a versenyen elért kimagasló eredményeiért, ezen keresztül az ország és Budapest kérdemének erősítéséért. A díjat átveti dr. Horváth Sándor Stéphán és Filip András egyetemi hallgató. A fővárosi színházak és sok színűségét megmutató rendezvény kreatív és színvonalas rendezvényt. A díjat átveti dr. Komáromi György projektvezető. Budapest főváros közülése Szalabai Gábor díj, a budapestiek esélyegyenlőségéért díja adományozott. Kehér Anna, a Bakok Batthyán László, római katolikus gyermekotthonnak óvoda, általános iskola igazgatója részére. A halmozottan sérült, mozgásszerűt fogyatékossággal élő látássérült gyermekek gondozása, oktatása érdekében végzett, kiemelkedő és áldozatos munkássága volt. A Bethesda Gyermekkórház főorvosa részére. A fővárosi epilepsziás gyermekek és családok érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért a halmozottan sérült gyermekeket nevelő családok hűséges, önfelálló és közvetlen segítésére. A mozgássérültek Budapesti Egyesülete újpesti szervezetének elnöke.
kutató, önkéntes munkája is. Thank you.
Bocsi és Attilámi röplabda mesterező részére. Röplabda játékosként, edzőként, klubcsapat vezetőként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereiért egész életünkre elismerésére. Nagy szakmai elkötelezettséggel és elhivatottsággal végzett tevékenységgel.